rendkívül intenzíven bennem él a gyerekkori múlt. Egy kicsit átfedi ezeket az emlékeket, az, hogy én tulajdonképpen majdnem folyamatosan visszajártam erre a területre, miután szüleim ott éltek, őket látogatni, amíg még életben voltak. Tehát erre a gyerekkori emlékre rakodnak aztán az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évek, sőt 90-es évek elejének az emlékei is. Az emberek többségének a környezet, ahol született, majdhogy nem az életét meghatározza. Legalábbis nekem alapvetően meghatározza a gondolkodás, szemléletet, emberekhez való viszonyt, mindent. Hát lelkileg nagyon megviselt. Ott hagyni ezt a világot, ami azóta is nagyon elevenen él bennem, súlyosbá tette az, hogy a teljes ismeretlenségbe jöttem ki. Semmi perspektívám nem volt, hogy én hogy fogok megélni itt Budapesten. Lassan sikerült a művészeti gimnáziumba, a kis képzőbe, a Törökpál utcai kis képzőbe tanári állást kapni, de ez hosszú történet, amíg oda vezet. Egészen más szemléletű világba kerültem itt Budapesten, egész más gondolkodású és szemléletű kortársak közé, akiknek fogalmuk se volt arról, hogy milyen világ van Erdélyben. A legtöbb esetben rám csodálkoztak, hogy de jól beszélsz magyarul. Hosszas beszélgetés eredményeképpen született végül is ez a két szobor. Imre azt mondja, én ezt az épületet egy avar csat mintájára és körvonala, illetve formája alapján terveztem meg, tehát az én gondolataim a népvándorláskor kultúrájához vezetnek, és ahhoz a képi világhoz, ami akkor jelenik meg. Úgyhogy végül is ez nagy segítség volt, így gondoltam arra, hogy én is ehhez az anyaghoz nyúlok, és a nagyszentmiklósi kincs ábrázolásai közül választok témát, és abból indulok ki. Így jött létre ez a két szobor. Ha valami nagy útra, mondjuk a végső nagy útra, a szobraink közül egyet magammal vihetnék, akkor ezt az 56-os emlékművet vinném magammal. Talán ez a kedvenc szobrom. Vagy úgy érzem, hogy ez a legsikerültebb több szempontból. Itt megpróbáltam megtalálni valami olyant, ami mást és többet mond. Egyrészt annak a múltnak, amiből az 56 fakad, az a történelmi múltnak, időnek a kifejezője, ez a gyökerek által szétfeszített szikla. Kifejezi azt a társadalmi feszültséget, elviselhetetlen életformát, elviselhetetlen állapotot, amit 56-os előtti éveket jellemezte. Az, hogy ez a növény elpusztul, kivágják, és hogy ebből egy új élet sarjad, ez szerintem mindent elmond vizuális forma nyelven, amit ilyen tömören ki lehet fejezni. Lágymányoson vagyunk, a Petőfi híd, Budai híd főjénél. Ezt az emlékművet a politikai elítéltek közössége megbízásából készítettem. Talán ez volt a legtöbb gondot, vagy legalábbis tervezést és elképzelést igénylő munkáim egyike. Több mint 300 név van fölvésve itt, azoknak a nevei, akiket ebben az időszakban politikai okokból kivégeztek. Tulajdonképpen egy Trianon emlékműnek is felfogható. Annak is felfogható, igen. De hát elkerülni gondoltam azokat a megszokott kifejezési formákat, amelyel Trianon szomorúságát, tragédiáját formailag, szobrászilag megjelenítik. 70-es évek közepétől 90-es évekig, hát olyan 40-50 falu temetőjét jártam be, és több-kevesebb alapossággal megpróbáltam lefényképezni, felmérni, lerajzolni ezeket a sírjeleket, és ebből született aztán a régi Maros-szék régi temetőinek a tanulmánya. Rájöttem arra, hogy a kapuknak a díszítményei pont olyanok, mint a sírköveken, nem is véletlenül, mert mind a kettő bejárat, az egyik a túlvilágra való bejárat,
a sírkő, a másik pedig a valós életre, a kapu. Mai napig foglalkoztat ez a gondolat és ez a téma, vagy témakör. Hát elsősorban madárszerű formákat hoztam létre, mert az állatok alsó árkapcsa, az ember egy más formai összefüggésbe helyezi, akár szárnyak is lehetnek. De aztán arra is rájöttem, hogy ha elvágok egy csigolyát, egy szarvas csigolyát, és egy más konstellációba összeragasztom őket, akkor furcsa alakzatok jönnek létre. Valami fantasztikus textúrákat is jelent a szétvágott csont, mert belül egy olyan hálózatrendszer van, ami elképesztő felületeket is jelent. Szóval izgalmas anyag. Azt az arcot keresem, ami szinte kortalan, de mégis ő. Amit a leginkább szeretnék ebben megvalósítani, vagy hát kifejezni, az a dinamika, az a tetrekész, szinte állandó, támadó állapotban lévő szellem és gesztus, amivel Imre mondjuk az emberek elé, közönség elé állt. Sokáig foglalkoztatott a gondolat, hogy én egyszer visszaköltözöm. Talán az utóbbi egy-két évben gondoltam arra, hogy ez már nem valósítható meg. Nem találnék olyan életteret magamnak, sem a falun, sem Marosvásárhelyen, ahol élni tudnék már. Ez a völgy, ahol élhetek, meg ez a környezet, amit itt sikerült megteremtenem, a műterem, a munkalehetőségek, ez ide köt. Ide már nyilván visszavágynék onnan.